Sziasztok! A mai napon a legutóbbi DM látogatásom során szerzett dolgokat szeretném nektek bemutatni. Ez ismét csak egy mini beszerzés lesz, tehát szerintem nem túl sok izgalom lesz itt sminkek, meg ilyesmi terén, erre ne is számítsatok, de szoktátok szeretni ezeket a videókat, és ti is mindig megírjátok nekem, hogy ti miket szoktatok beszerezni az adott időszakban, ezt pedig én nagyon nagy örömmel fogadom, és szoktam is válaszolgatni a megjegyzésekre. Úgyhogy vágjunk is bele, nem szaporítom a szót, nézzük meg, hogy miket vásároltam március közepe táján a DM üzletében. És nagyon megörültem, mert megvan a blokk, ami szokatlan tőlem, úgyhogy végre nem emlékezetből kell dolgoznom, hanem a blokkról meg tudom nézni az árakat nektek, és akkor utána végre kipakolhatom a szatyrot, mert már nagyon várom, hogy végre minden a helyére kerüljön. Először is beszereztem két szett mosogató szivacsot, az egyiket fazekakhoz ajánlják, a másikat pedig érzékenyebb felületekhez, kerámiához és üveghez, és mind a kettőben 6 darab található, illetve ebből kipogyogott 2, nagyon csodás a csomagolás, de alapvetően 6 darab van benne, és 279 forintba kerül, és erre azért van szükség, mert a macskák szó szerint el tudják tüntetni például az ekkora szivacsokat is, amit nem tudom, hogy hogyan csinálnak, de volt egy súroló szivacs a fürdőszobában, és szó szerint nem tudom, hogy hova el, pedig körbenéztünk mosógép alatt, szekrények alatt, minden alatt, és nem lett meg, úgyhogy szivacsból sosem árt, hogyha van, valamint hát ugye nem túl jó minőségűek, és emiatt hamar leszokott kopni a súroló felület róluk, de én úgy vagyok vele, hogy a drágább sem sokkal tartósabb, úgyhogy igazából ezért szoktam ezeket megvásárolni. Mentem 5 kört körülbelül az üzletben, mert kerestem azokat a régi fajta vattapálcikákat, amelyek nagyon cuki papírdobozban szoktak lenni, mert nagyon jól szokott mutatni az a papírdoboz, visszazárható, jópofa, de nem találtam sehol. Úgyhogy végül is a baba osztályon találtam meg az egy fiú, egy lány vattapálcikámat, engem nem zavar, igazából ugye tök mindegy, hogy milyen színe van, csak gondoltam, hogy ez lesz majd a nappaliban, a sminksarokban, mert ugye itt amúgy is van a kék szín, így felbukkan, és a fürdőszobába fogom elhelyezni majd a rózsaszínt, és 199 forint volt darabja ezeknek, mármint hogy csomagja, azt mindjárt megnézem, hogy hány darab van benne. Ha minden igaz, 160 darabot tartalmaz csomagonként, és 200 forint volt gyakorlatilag, úgyhogy egész jó ára van. A nagy keresgélés közben eljutottam a vattakorongok is, mert számomra logikus lett volna, hogy a vattakorongok mellett vannak a vattapálcikák, de sajnos nem ott voltak. Viszont felfedeztem, hogy ez a sejem kivonatos és 100% pamut vattakorong akciós. 90 darab van benne, és 299 forintba került, úgyhogy valószínűleg ez jó lesz az én bőrömre, mert pihe-puha lesz. A sejem kivonat és a pamut miatt gondolom persze. Körömlak lemosáshoz viszont nem ezeket szeretem, hanem azokat, amelyikben van egy kis poliészter is, mert úgy tapasztaltam, hogy azok tartósabbak és könnyebb velük a körömlak lemosás, úgyhogy ezt kifejezetten az arcomra vásároltam. Beszereztem a szokásos WC tisztítómnak a citromos változatát, egész egyszerűen abból az okból, hogy ez volt akciós, 319 forint volt, és egyébként szoktam még belőle a biológiailag lebomló zöldet is vásárolni, de citromosom is volt, már igazából nagyon szeretem. Meglepő egyébként, mert nagyon híg, és mégis hatékony, tehát én úgy szoktam, hogy ugye a szükséges felületre felviszek belőle, és hagyom hatni mondjuk egy fél órát, és utána nagyon jól leszed bármit, úgyhogy én így szoktam a WC tisztítást megoldani. Ez valóban nem egy romantikus téma, de hasznos, és hát felnőtt vagyok, és erre is szükségem van, és ez nagyon bevált. Az utolsó dolog pedig, amit beszereztem, egy ablaktisztító kendő a Denkmit-től, ez 419 forint volt, és többek között azért vásároltam meg, mert a tükröket is könnyű vele takarítani, legalábbis ezt remélem tőle. Eddig még nem használtam, de bízom benne, mivel a többi Denkmit törlőkendőt nagyon-nagyon szeretem. És ezeken kívül már csak egy cukiságot szereztem be, egy bárány figurát, amely hihetetlen puha, tehát olyan, mintha valóban az egész csak egy ilyen pamut gömb lenne, és abba lenne beleragasztva láb és fej. Szóval így középen szerintem nem kemény, hanem nagyon könnyű is, és ott belül is szerintem csak ez a kis pompomszerűség van. Minden esetre nagyon cuki, és igazából szívesen hoztam volna párban, mert szeretem az ilyen dolgokat párban kirakni, a feng shui is jóvá hagyja egyébként, de ez nekem nem ebből adódik. Viszont a másik nagyon tömör volt, olyan volt, mintha valaki így megnyomorgatta volna, és úgy maradt volna szegény bárány. Úgyhogy egyelőre egyedül van, nem tudom, hogy eljutok-e még húsvétig egy másik DM üzletbe, és lesz-e ott még ilyen bárány, de ha igen, akkor szívesen megvenném a párját, és egyébként 999 forintba került. És akkor ezzel a videó végére is értünk, és most szertartásosan összegyűröm a blokkot,
és mehet a szemétbe, valamint a megvásárolt termékek mehetnek a helyükre, úgyhogy nagyon-nagyon örülök. Halad a nappali, nem úgy, ahogy terveztem, a mai napon például egy migrén miatt egy jó darabig így használhatatlan voltam, de most arra végre elmúlt, úgyhogy gyorsan neküldtem a videózásnak is, és ezután majd még folytatom a pakolást is, és már nagyon várom, hogy megmutassam a végeredményt, ehhez kapcsolódóan pedig a következő videóban majd lakberendezési beszerzéseket fogok bemutatni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rövidke kis videó, és hogyha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, mert az nagyon sokat jelent nekem, valamint iratkozzatok fel a csatornára, mert az még többet jelent nekem, és írjátok meg mindenképpen a megjegyzésekben, hogy ti mostanában miket szereztetek be a DM kínálatából, illetve ti is szoktatok-e ilyen saját márkás dolgokat beszerezni náluk. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, gyertek máskor is, és legyen nagyon szép napotok! Sziasztok!